Jó napot kívánok! Továbbra is a sorozat határértékével fogunk foglalkozni. Nyilván abból, hogy ezt több órán keresztül is műveljük, arra tudunk következtetni, hogy egy fontos része a matematikának. Megnézzünk most néhány számsorozatot, illetve megkeressük azoknak a határértékét. Nézzük meg, hogy mi történik. Tehát az első feladatunkban a sorozat a következő. Négyzetgyök alatt 4n négyzet plusz 1 per n. Hát ennek a számsorozatnak kellene meghatározni a határértékét. Megpróbáljuk továbbra is azt a módszert használni, amit az előző órán elmondtunk. Tehát keresni fogjuk, ugye először is határérték, limesz, hogyha az n a végtelenbe tart. Lemásolom ezt a törtet, és azt mondom, hogy kerestük az n legnagyobb fokszámú tagját. Na most a számlálóban az n négyzet, ugye az nagyobb, mint az n, de viszont itt van ez a négyzetgyök, amiből arra következtetünk, hogy tulajdonképpen itt a számlálóban is ennek a legnagyobb fokszáma, figyelembe véve a hatványozást és a gyökvonást, az n. Ezért próbáljuk meg ennel elosztani mind a két, illetve a számlálót és a nevezőt. Szintén megpróbálunk minden lépést leírni és minden lépést külön magyarázni, hogy egyszerűbb legyen a dolgok megértése. Tehát a 4n négyzet plusz 1 a gyök alatt, osztva n-nel, ugyanúgy n-nel el kell, hogy osztjuk a nevezőt is. Most azt látom, hogy az n és n egyszerűsíthető, tehát ez gyakorlatilag egyenlő lesz 1-el, és számunkra a következő kifejezés marad, 4n négyzet plusz 1 per. Na most ez az n nincs a négyzetgyök alatt, de én könnyen megtehetem, hogy ebből az n-ből egy ilyen trükkel, hogy azt mondom, hogy négyzetgyök az n négyzetből, ezt az n-t átalakítom egy kicsit, tehát beleviszem a gyököt ebbe a nevezőbe is. Hát valamikor a korábbi évek során már azt megtanultuk, hogy ha két gyök szerepel egy törtbe, számlálóba, nevezőbe, az fölírható egyetlen egy gyökkel, és akkor a 4n négyzet plusz 1 per n négyzet lesz a gyök alatti tört. Hát elvégezzük ezzel az n négyzettel a számláló két tagját, el tudjuk osztani. És akkor a gyök alatt, hogyha először a 4n négyzetet osztom el az n négyzettel, utána pedig az 1-et osztom el n négyzettel, a törtekbe az n négyzet és az n négyzet egyszerűsíthető. Az első tagunk mindössze a 4. A korábbiak során már többször említettük azt, hogy ha az 1 per n négyzetnek a határértékét keressük, akkor az a nulla lesz, tehát tart a nullába. És azt látjuk, hogy az egyszerűsítések után az egész kifejezésemben eltűnik tulajdonképpen az n, azaz a határérték meghatározható lesz abban az esetben, hogyha ezt a négyet hagyjuk meg a gyök alatt, és abból, hogy gyököt vonunk, a négyzetgyök 4 az 2, tehát megvan a határértékünk. Hogyha nagyon sokat gyakorolunk és figyeljük ezeket a sorozatokat, akkor rá tudunk már jönni, hogy tulajdonképpen ezek a sorozatoknak a határértéke úgy meg is satszolható, meg is sejthető, de hát illik azért rendesen, pontosan végigvinni a határérték számítást, illetve a határérték számításának a bizonyítását.
A következő feladatunk az ehhez nagyon hasonló lesz. Itt viszont a 3n per 5. gyök n az 5-en mínusz 1 sorozatot próbáljuk majd hasonló módon megnézni, megkeresni a határértékét. Tehát nézzük meg a határértéknél, hogyha a 3n és 5. gyök alatt n az 5-en mínusz 1 szerepel, keresném a legnagyobb n kitevős tagot, a számlálóban n az első hatványon, a nevezőben pedig látom, hogy van egy 5. gyök és egy 5. hatvány. Ismervén ennek a két műveletnek a mienségét, azt mondhatom, hogy ez gyakorlatilag ez a rész újra csak egy n értéket eredményez, amiből én arra következtetek, hogy ezt megint egy n-nel fogom elosztani, a számlálót is, nevezőt is. Tehát a 3n per n, illetve ez az 5. gyök, n az 5-en mínusz első per n. Megint csak próbáljuk lépésről lépésre ezeket a dolgokat magyarázni. Tehát a számlálóban az n-nek egyszerűsíthetők, és a következő lesz, tehát limes, hogyha az n minden határon túlnő, a számláló az 3, a nevezőben lévő törtet pedig fölírom úgy, hogy 5. gyök alatt n az 5-en mínusz 1. Hogyha megnézzük itt az előbbi esetben, mi ebből az n-ből szerettünk volna valamilyen n négyzetet csinálni, mert a gyök alatt n négyzet van, akkor egy hatványozása és az őt megsemmisítő gyökvonással megoldottuk a következőt, hogy itt már n négyzet lett. Itt pedig azt mondjuk, hogy ha én azt írom, hogy 5. gyök alatt n az 5-en, ezzel tulajdonképpen ugyanezt a logikát folytatva az n helyébe azt írtam, hogy 5. gyök az n az 5-enből. Na most a folytatás, továbbra is a határértékkeresés, és akkor a 3. Na a két gyököt most egy közös gyökkel fogjuk fölírni, tehát n az 5-en mínusz 1 per n az 5-en. Folytatás. Az előbb is azt csináltuk, hogy külön választottuk, tehát az n az 5-ennel osztottunk, tehát továbbra is limes, hogyha az n a végtelenbe tart, és akkor itt van a 3. A gyök alatt pedig, ha n az 5-ent n az 5-ennel osztom, az 1, és aztán még mínusz 1 per n az 5-en. Hogyha megnézzük és hagyjuk az n-t, hogy tartson a végtelenben, az azt eredményezi, hogy ez az 1 per n az 5-en a múltorán elmondottak szerint a nullához fog tartani. Ha négyzetgyököt vonunk az 1-ből, az továbbra is 1, és azt mondjuk, hogy ennek a határértéknek az eredménye ez a 3 per 1, azaz egyenlő 3-mal. Ez a két feladat, ez nagyon két hasonló feladat, tehát mind a kettőben azt láttuk, hogy egy-egy gyök szerepel, és hogy ezzel a gyökkel mit és hogy tudunk csinálni, ezt ebbe a két példába kimerítettük. A harmadik feladatunk az 2 darab gyököt is tartalmaz majd, és megnézzük, hogy az, hogy és milyen módon oldható meg. Itt egy néhány dolgot, azt még közben át fogunk ismételni, mert hogy azok nélkül nem megy majd a megoldás. Remélhetőleg ezt azért ismerik már a harmadik osztályban, csak ismétlés szintén fogom felírni. A következő feladat. A
hogyha egy gyök alatt az n plusz 2, és egy másik gyök alatt az n szerepel, és ennek a különbsége az, ami képezi ezt a sorozatot, és ennek a határértékét próbáljuk most megoldani. Egyelőre csak írjuk fel a következőt, tehát limesz, hogyha n tart a végtelenbe, és ez az n plusz 2 mínusz n. Az, amire emlékeztetném önöket, ez a következő, tehát hogyha négyzetek különbségét fel akarom bontani tényezőkre, akkor az a plusz b és az a mínusz b szorzatával egyenlő. Nézetek különbsége, szerintem ezt többnyire mindenki ismeri. Nyilván, hogy ez mind a két irányba igaz, jobb oldal egyenlő a balla jobba. Na most, hogy ez valamiféle eredményhez vezessen ebbe a példába, mi ezt a kifejezésünket megszorozzuk egyel. Ha egyel szorzunk, az nem változtatod az adott kifejezés értékén, az egyet pedig fölírhatom úgy, hogy valamit osztok saját magával. Én most szándékosan választom ki azt a valamit a következő módon, tehát az itt szereplő két gyököt, de most nem kivonom, hanem összeadom, és hogy egyet eredményezzen ez a tört, ugyanezzel kell majd itt a nevezőbe is dolgozni. Hogyha ezeket próbáljuk most egy picit átgondolni, akkor ezt a gyököt jelölhetném azzal az A-val, ezt a B-vel, ugyanarról a gyökről van szó, tehát ez A, ez a B gyök. Itt közötte mínusz van, itt közötte plusz van. Figyelembe véve az ott fölírt tényeket, én a következőképpen tudom folytatni a feladatot. Tehát azt mondom, hogy limesz, hogyha n tart a végtelenben, és ezzel a zárójellel szorzom ezt a föndit, tehát akkor a gyök n plusz 2 mínusz gyök n szorozza a gyök n plusz 2 plusz gyök n-t. Még mindig fölírom azt, hogy ez tulajdonképpen az a mínusz b és az a plusz b-nek felel meg. Itt viszont hát azt mondhatom, hogy ez az n plusz 2 plusz gyök n, ez marad. Érvényesítem ezt az előbb megadott képletet, és akkor a következő határértékhez jutunk. Amit A-val jelöltem, az nem más, mint ez a gyök n plusz 2, ezt most négyzetre emelem, tehát itt vagyok ennél az A négyzetnél, mínusz az, amit B-vel jelöltünk, az a gyök n, és ezt is négyzetre emelem. Továbbiakban a nevező marad ugyanaz. Na már most a két művelet, a négyzetremelés és a gyökvonás, a következőt eredményezi. Tehát itt nekem a négyzetremelés gyökvonás után csak ennyi marad, hogy n plusz 2, azután mínusz, itt a négyzetgyök és a második hatványból jön az n, ezt a nevezőt továbbra is változatlanul lemásolom. Ekkor látom azt, hogy az n és az n azok egyszerűsülnek, és leírom még azt, hogy mi az, ami marad az egyszerűsítésünk után. Tehát a számláló az 2, ez pedig az n plusz 2 plusz még egy n. Hogyha visszaemlékezünk egy picit arra, amit az előzőek során mondtunk, arra az esetre, hogyha a számlálóban egy konstans érték van, a nevezőben pedig valamilyen kifejezés, ami ettől az n-től függ. Most már különösebb nagy bizonyítás nélkül meg tudjuk határozni azt, hogyha n az egy borzasztóan nagy szám, tehát végtelenhez tartó szám, meg még kettővel megnöveljük, az egy nagyon nagy szám. Ha gyököt vonunk belőle, az továbbra is marad egy nagyon nagy szám.
Ha pedig egy borzasztóan nagy számból gyököt vonunk, az még mindig nagyon nagy szám, és a két nagy szám összeadásának az eredménye úgy szintén egy nagyon nagy szám, és hogyha a kettőt egy végtelenül nagy kifejezés értékkel osztunk, akkor annak az eredménye az egyenlő lesz nullával. Tehát tulajdonképpen, hogyha a számlálóban csak egy konstans érték marad, a nevezőbe pedig egy olyan kifejezés, amelynek az értéke egyre-egyre növekszik, amikor az n a végtelenbe tart, tehát gyakorlatilag ez egy 2 per végtelen kifejezés lenne, aminek az értéke egyenlő lesz a nullával. Tulajdonképpen ezzel a 3 példával nagyjából befejeztük ezeknek a sorozatoknak ezeket a típusait. A következő órán még azért megnézzünk egy-két határértéket, és utána még egy speciális határértéket, amire úgy szintén szükségük lesz a következőkben. Most köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra!